Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A mai rész egy picit inkább érdekesebb lesz, mint egy ilyen bűneset vagy véres történet. Abban lesz izgalmas, hogy ma egy nimfomán császárnéről fogtok hallani. A valóság alapját nem tudom, lehet, hogy csak a történetírók a császárnét akarták kellemetlen helyzetbe hozni, azonban nagyon sok történet kering róla, éveken át, ível át ez a történet, tehát valamilyen igazság alapja csak lehet. Valéria Messalina császárnéről lesz szó. Messalina Krisztus után 17-20 körül született, egy nagyon előkelő, jómódú családba született bele. Valéria az apai ág révén kapcsolatban állt híres császárokkal, előkelő felmenőkkel rendelkezett. Körülbelül 18-21 éves korában a lányt férjhez adták, és még nem is akárkihez. A 48 éves Claudiushoz. Ő még ekkor nem volt császár. A férfi császárrá választása, válása nagyon sokakat meglepett a környezetében is, hiszen a férfiról azért nem voltak jó véleménnyel. Úgy gondolták, hogy ő nem tud uralkodni, egy nagyon gyenge embernek tartották. Azt mondták róla, hogy nagyon sokat ugye remeg a férfi keze, hogyha nagyon ideges, akkor elkezd dadogni, akkor egyre jobban remeg a feje, taknya nyála egybefolyik. Ezt mondták róla. Eleinte úgy gondolták, hogy szélütése lehetett a férfinak, aztán a későbbiekben próbálták analizálni, hogy mi is lehetett a férfi baja. Tehát sokféle lehetőség, egészségügyi oka lehetett annak, hogy a férfi így viselkedett, de szinte mindegy is, hogy mi volt az alapbetegsége Claudiusnak. Ugyanis nagyon sokan azt mondják, hogy erre a férfi rá is tett, rá is játszott, hiszen féltette az életét. Ugyanis ebben az időszakban nagyon nagy volt a tisztogatás. Embereket öltek meg azért, mert túl erősnek tartották ahhoz, hogy ő saját magának egyes posztokat kivívjon, vagy esetleg császárt csináljon magából. Claudius attól félt, hogy ő is ebbe beleesik, ezért játszotta a hülyét, hogy nehogy alkalmasnak higgyék őt arra, hogy ő egyszer valaha is császár lesz. Amúgy azért vált ő császárrá, mert ő volt a család egyetlen felnőtt férfi tagja. Gondolom azt hitték, hogy ő majd nagyon befolyásolható lesz, ami így is volt, viszont nagyon kettősség volt ebben a férfiban. Nagyon befolyásolható volt, viszont nagyon meg akart felelni, ezért nagyon sokat dolgozott. Uralkodása idején a római birodalom újabb területeket szerzett, ezek közül a legfontosabb Britannia meghódítása volt 43-ban. Érdeklődött a jog és törvényhozás iránt, bírósági tárgyalásokon elnökölt, és naponta 20 rendeletet hozott. Ennek ellenére Claudiust még mindig gyenge uralkodónak tartották. Ezért Claudius, hogy bizonyítsa azt, hogy ő erős, ráadásul azok, akik róla ezt terjesztették, szóval Claudius simán kivégeztetett szenátorokat, vagy aki az ő útjába állt. És itt kapcsolódik be a történetbe a nimfomán felesége, Valéria. Azt nem lehet tudni, hogy legalábbis nem találtam arról információt, hogy a lány férhez menetele előtt is nimfomán volt-e, vagy sem, de az is lehet, hogy csak ebben a kapcsolatban, ugye egy 48 éves férfihoz adták hozzá, nem ő magától ment ez a férfihoz. És hogyha tényleg igaz, hogy ez a férfi azért egy nagyon labilis ember volt, nem egy jó kiállású férfiról beszélünk, hanem egy beteg, erősen középkorú férfiról, és nagyon fiatal lányról. Tehát a lány lehet, hogy csak nem találta a boldogságot, ezért menekült a szex felé. A nő is nagyon akarta ezt a pozíciót. Ugye Claudiushoz úgy ment hozzá, hogy a férfi még nem volt császár. A házasságuk évében már meg is született az első gyermekük. Ő egy lány volt, Claudia Octavia. Majd 41-ben pedig megszületett a második gyermekük, ő pedig egy fiú volt. Ő volt Britannicus. Ami bennem felmerült kérdés rögtön, miután a videó valós témájára rátérek, hogy ez a fiú tényleg ettől a császártól volt? Hiszen Claudius mellett számos férfival volt együtt a nő. Valéria nem csak szeretőket tartott, vagy alkalmi kapcsolatba bonyolódott, hanem orgiákat rendezett, és miután a férje császárrá vált, ezért ő neki minden hatalma megvolt arra, hogy
ebbe a helyzetekbe belekényszerítse nem csak a férfiakat, hanem a nőket is. Megparancsolta például a házaspároknak, hogy vegyenek részt az ő által a szervezett orgiákon. Miu miusa, itt a cicuskád. Volt olyan is, amikor csak a férfiak nézték, ahogy a nők játszanak egymással, volt, hogy a férfiaknak is be kellett csatlakozni, voltak perverz kérései Valériának, és ha valaki erre nemet mondott, akkor vagy megölette őket, vagy száműzte őket. Mondhatnátok azt is, hogy persze, hát mindenki a szexet választotta volna, mint hogy kivégezték, vagy száműzték. Csak azt nem tudom, hogy milyen perverz játékai voltak ennek a nőnek, hiszen hogyha hatalma volt, olyan ember kapja a hatalmat, aki unatkozik, nem találja a szerelmet, a boldogságot a házasságában, ezért a szex felé menekül, akkor nem biztos, hogy teljesen józan ítélőképessége van, és lehet, hogy túl durvultak ezek az orgiák. Férfiakat kényszerített arra, hogy ő vele legyenek. A férfiak azért sem szerettek volna ebbe belemenni, mert mondhatni igen, egy alkalmi kapcsolat, egyszer a császárnéval, miért ne lehetne belebonyolódni, inkább, mint hogy az életem függjön ettől. De nagyon sok férfiban azért, ha szerelmi kapcsolata volt a feleségével, akkor azért nem akart belemenni, vagy politikai okok, vagy bármi miatt lehet, hogy ellenézése volt Valéria felé. A császárné amúgy járt bordélyházakba is, de nem csak szemlélődőként ment bordélyokba, hanem ő maga is beöltözött, és azt hiszem szőke parókát vett, és ő maga is árulta a testét. A férjének is küldött luxus lányokat, hogy elszórakoztassák a férjét. A császár nem szólt semmit a felesége bóbortja ellen. Valaki azt mondja, hogy nem is nagyon tudott a feleségének a kikényszerített szeretői kapcsolatairól, meg hogy kivégeztet embereket. A férj próbált teljesíteni a politikai életben, és ezért nagyon elfoglalt volt. Hát szerintem ez az egyik része. A másik része az, hogy őnek is küldött különféle kurtizánokat ajándékba. Másrészt volt egy szép fiatal felesége, aki nymphomán, tehát ezzel a férfinak lehet, hogy annyira nem volt problémája, de azt mondják, hogy Valéria vagy lefizetett embereket, hogy tartsák a szájukat, hogy ő mit tesz, másrészt meg lehet, hogy mindenki félt megemlíteni, mert féltették a saját életüket, ezt nem lehet tudni. Az, hogy kivégeztetett embereket, ez ugye a császártól sem állt távol, tehát ezért nem akart eddig beleavatkozni a felesége életébe. Eljön egy pont, amikor bele akar avatkozni, de akkor sem hiszem, hogy a megcsalás ténye miatt intézkedik a császár, hanem egy sokkal lényegesebb pont jön el a kettőjük életében. Na de ott tartottam, hogy a bordélyházakban ő maga is árulta a testét. Ez Valériának nem volt elég, megkereste a legprofibb kurtizánt a bordélyházban, és kihívta egy párbajra. A párbaj az volt, hogy egy nap alatt melyikőjük tud több férfival lefeküdni. Valéria nyert, ő egy nap alatt 25 férfival létesített szexuális kapcsolatot. Azonban az ő szexuális éjsége, szexuális vágya még mindig nem csillapodott. Ezek után gondoltam arra, hogy azért a császárnak a fia, aki már a házasság után született körülbelül 3 évvel, azért nem annyira biztos, hogy a császártól van. A lányt még talán elhiszem, hiszen az a házasság évében született, akkor még nem volt császár Claudius, és a nő sem kapott még akkora hatalmat, és lehet, hogy úgymond akkor még jól viselkedett a nő. Ez az egész dolog, ez a megcsalósdi addig tartott, amíg Valéria szerelmes nem lett. A nő beleszeretett Róma akkori legszebb férfiának tartott szenátorba. A szenátor neve Gaius Silius volt. Annyira heves és mély volt a nő érzése, hogy rájött, hogy ő szerelmes. Valéria már szinte egy formális házasságban élt a szeretőjével, már külön laktak. Ő ott akarta hagyni a férjét. De nem csak úgy, hogy ő elválik, hanem úgy gondolta, hogy ő megöleti Claudiust, és ezt a férfit, ezt a szenátort teszi a férje helyére, és a szeretője lesz a császár. Na, erről már a császár is tudomást szerzett, és Claudius pedig, miután megtudta a hírt, hogy őt meg akarják öletni, meg a szenátort akarják az ő helyébe, akkor elrendelte a felesége kivégzését. Aztán ezt megtudta Valéria. Valéria üzent a férjének, hogy ő megbánta,
és beszéljék át ezt az egészet. Claudius megint elbizonytalanodott, könnyű volt őt elbizonytalanítani, de mire ezt az egészet átgondolta volna, vagy visszavonta volna a parancsát, addigra az emberei már megtalálták Valériát, és kivégezték. A nő ekkor körülbelül 30-31 éves lehetett, a halál körülményei azonban nem tisztázottak, hiszen sokan azt vallják, hogy a nő öngyilkos lett, mielőtt a császár emberei rátaláltak volna. A császárt végül nem rendítette meg felelőssége halálának a híre, rezzenéstelen arccal fogadta az egészet, és elrendelte, hogy a nő nevét és képét töröljék minden dokumentumból, amiben Messalina szerepelt. A császár nem sokkal később újra nősült, és elvette Agrippina Minót, Néró császár édesanyját. Agrippina amúgy Claudiusnak az unokahúga volt. szeptemberéből hoztam nektek egy hőstettet. Méghozzá Savas Karapetyán hőstettéről lesz ma szó. A férfi az úszonyos úszás világbajnoka volt, de egy baleset megváltoztatta az ő életét és a karrierjét. A baleset, amiben ő nem vett részt, csak hallotta, hogy megtörténik, és rögtön odarohant, hogy segítsen. Ez a baleset Jerevánban, Örményország fővárosában történt, és a jereváni tónak nevezett hatalmas víztározóval csapódott bele egy trolibusz 1976. szeptember 16-án. A férfi nem messze, éppen sportolt, amikor a trolibusz a vízbe csapódott, akkor olyan volt, mintha egy bomba robbant volna. Beleesett ugye a víztározóba, körülbelül 20 méterre esett bele a parttól. A víz ott körülbelül 10 méter mély. 18 méter a max mélysége, és 15 kilométer széles. A probléma még az is, hogy a víztározóban azért eléggé szennyezett víz volt. Ebbe ugrott bele gondolkodás nélkül Karapetyán. Ő próbálta megmenteni a buszban rekedt embereket. 92 ember volt ebben a trolibuszban. Azt mondta, hogy rögtön tudta, hogy neki oda kell sietnie. A testvére is ott volt. Azt mondta a szintén úszóbajnok testvérének, Kamónak, hogy a partról segítsen neki. Egyrészt ugye onnan tudja őt koordinálni, másrészt pedig akiket megment, azt Kamó ki tudja húzni. A férfi rögtön lemerült, és beütötte a busznak az egyik ablaküvegét. Ezen keresztül mászkált ki be, hogy az utasokat kimentse. És ahogy süllyedt a busz, egyre sötétebb volt. Tehát a férfi vakon mentett. Körülbelül 40-szer merült alán, és ilyen körülbelül 25 másodpercig tartott egy-egy merülés. Mint már mondtam, szinte vakon mentett. Csak megpróbálta érezni az embereket ugye a vízben, a buszban, és úgy próbálta őket áthúzni a betört üvegablakon, és próbált őket a felszínre vinni. Ő gyakorlott úszó volt, és tudta, hogy amikor húzza ki az embereket a vízből, akkor azok elkezdenek a megmentőjükbe kapaszkodni nagyon erősen. És egy képzetlenebb ember, aki próbálna ezeket az embereket kimenteni, lehet, hogy ők is áldozattá válnának, hiszen a mentett annyira erősen kapaszkodik bele, hogy akár mindketten megfulladhatnának. Karapetyán azt a trükköt vagy módot alkalmazta, hogy először hagyta, hogy akiket kihúz, és esetleg akik kétségbe esnek, elkezdjenek belekapaszkodni. Elkezdjenek mind a ketten süllyedni, mert az emberben ilyenkor, a süllyedéskor előjön a természetes ösztöne, a túlélési ösztöne, és saját magától kezd el a felszínre úszni. És Karapetyának ekkor már csak segíteni kell a felszínre jutásban. Ez a mentési mód bevált. 37 embert sikerült kimentenie a vízből, 9 ember pedig saját magától úszott ki ezen a betört üvegen át a felszínre. Az összes többi eleve vízbe fulladt. És a Karapetyán által megmentett 37 emberből viszont csak 20 élte túl a parton, a kérkező mentők csak ennyi ember életét tudták megmenteni. Hiszen ha kiszámoljátok, hogy ha közel fél perc volt minden egyes ember kimentése, akkor mire a 37. emberhez jutott, az már hány perce volt a vízben?
Karapetyan annyira lelkesen próbálta megmenteni az embereket, viszont annyira sötét volt, és annyira fáradt is, hogy a végén az utolsó merülések egyikénél már csak egy üléspárnát vitt föl. Nem érezte, hogy mi az, ki az, csak azt érezte, hogy valamit megmarkolt a buszban, és azt fölvitte, de az csak sajnos egy üléspárna volt. Ez a hibás mentés, ez az üléspárna, ezt a férfit kísértette egész életében, hiszen mindig azt mondta, hogy ez egy ember életébe került. Mert hogyha akkor nem a párnát öleli meg, hanem egy embert, akkor az talán még a mai napig élne. Persze azt is nézte, hogy 20 embert megmentett. Miután a mentés befejeződött, a férfi is kórházba került. Nagyon sokáig bent volt a kórházban, életveszélyes állapotban, ugyanis nagyon hideg, fagyos volt a víz, amiben a férfi gondolkodás nélkül önként beleugrott és kezdte a mentést. A férfi tüdőgyulladást is kapott, a víz mivel szennyezett volt, ezért még ez is rontotta az ő állapotát. Szeptikus láza volt, kétoldali volt a tüdőgyulladása, és idegi kimerültség miatt is kezelték a férfit. Ez tényleg hónapokig tartott, de végül is kijött a kórházból. Elvileg nem szabadott volna tovább versenyeznie, viszont azt mondta, hogy ő egy utolsó nyerés nélkül, egy utolsó világbajnoki cím nélkül nem fog visszavonulni. Hát maga a felkészülése is a világbajnokságra eléggé problémás volt, hiszen a víz alatt előjöttek ezek a rémképek, amit a mentés során esetleg valamennyire is látott vagy érzékelt, másrészt annyira lebetegedett, hogy nem tudott már hosszabb ideig a víz alatt lenni. Viszont a férfi nem adta fel, és tovább készült a világbajnokságra. A világbajnokságon Camus, a testvére, szintén segített a partról. Amíg a férfi Karapetyan úszott a vízben, addig Camus a parton kísérte őt a tekintetével, és készen állt arra, hogy bármelyik pillanatban be kell ugrani a férfiet, hiszen azt a férfi egészségügyi állapota is megkívánta, és még mindig kísértették Karapetyant az emlékek. Viszont a férfit nem kellett megmenteni, hiszen nem csak, hogy aranyérmet szerzett a világbajnokságon, hanem egy újabb világrekordot is felállított úgy, hogy a férfi szinte nem is tudta, hogy ő világrekordot állított fel. Arra figyelt, hogy elsőnek érjen be, de nem arra figyelt, hogy ő világrekordot állítson fel, de mégis ez sikerült neki. A férfinak azonban a világbajnokság után abba kellett hagynia az úszást. Karapetyánt aranyhalnak, vagy kétéltűnek is nevezték. A világbajnokság után megpróbálkozott az edzősködéssel is, de 2 hónap múlva már egy elektronikai gyártó üzemben találta magát. A férfiról nagyon sokáig nem tudták, hogy ő milyen hőstettet hajtott végre, hiszen a szovjet sajtóban balesetekről szóló cikkek nem jelentek meg nagyon sokáig. Jerevánban, ahol a baleset történt, ott persze beszéltek Karapetyáról, és arról, hogy ő a tóba ugrott, hogy megmentse az embereket. Viszont ugye ez sajtóban nem jelent meg. 6 évet kellett rá várni, amíg végül is egy újságíró közölte egy napilapban a férfi hőstettét. A halottak számáról azonban itt sem esett szó. Annyira felkapott lett ez a cikk, hiszen pontosan balesetekről nem osztott meg semmilyen cikket a Szovjetunió akkor, tehát még inkább felkapott lett ez a cikk. A Szovjetunió minden részéből kapott Karapetyán leveleket. Körülbelül 60 ezer levelet kapott, amiben dicsérték és hálát adtak neki. Nagyon sokan csak annyit írtak a lapra, hogy Savas Karapetyán. Örmény köztársaság, Jereván. Tehát nem tudták az utcát és a házszámot, elég volt a férfi neve és hogy melyik ország, melyik város, és a levelek oda találtak a férfihoz, hiszen nemzeti hőssé vált. Aztán később kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen egy hőstette a férfinak. Ugye a trolibuszos mentés 1976-ban volt, 74-ben viszont volt egy másik buszos mentőakciója is. Ekkor Karapetyán rajta ült a buszon, és a sofőr leszállt, hogy valamilyen műszaki problémát elhárítson, és a busz elkezdett lefele gurulni, bele a forgalomba. Ekkor a férfi felugrott a helyéről, oda rohant a vezetőfülkéhez, szétbontotta a válaszfalat, sikeresen elkormányozta egy biztonságos helyre a buszt. Ez is egy hőstette volt a férfinak, azonban ez sem volt sem az első, sem az utolsó. Ugye 74 elkormányozza a buszt, 76 beugrik a tóba, hogy a busz utasait megmentse. És volt még egy 1985-ben a Jereváni Sport és Koncertaréna épülete körül sétált, amikor is az épület elkezdett fellángolni, elkezdett leégni, és ő volt az első,
aki berohant az épületbe, hogy mentse ott az embereket, a tűzoltókkal együtt ő volt az első. A férfi itt is megsérült, megégett, de azt mondta, hogy ő sosem ezt nézi, hanem azt, hogy bárkinek szüksége lehet segítségre, és hogyha meg tudod tenni, akkor persze segíts. Azt mondta, hogy mindenkire érezni kell saját magában, hogy mi teszi őt emberré. A férfi pályafutása ugye tönkrement. Ő 10 éves pályafutása alatt 37 aranyérmet szerzett. Sportolói karrierje 24 évesen ment tönkre, pont amikor csúcsformában volt. 11 világrekordot állított föl, 17 világbajnoki címet, 13 Európa bajnoki címet és 7 szovjet bajnoki címet szerzett víz alatti úszásban. Ennek ellenére ezt az egészet nem bánja, cserébe, hogy emberéleteket mentett. Karapetyán azt vallja, hogy mindig is azt kell keresni, ami az embert emberi teszi. A mai napig lehet a humanizmusra jó példát találni, csak keresni kell. Nagyon sokan hallottatok biztos már erről a történetről. De akik nem, azoknak csak szintén egy jó példát próbáltam mutatni a humanizmusra, hiszen az én csatornámon is csak a gyilkosságokról van szó, a halálról, de egy picit be kell mutatni azt is, hogy vannak jó dolgok is az életben, hiszen a tévéből is, a rádióból is nagyon sokszor szerintem a hírek 80%-a csak rossz dolgokról szól. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy pozitív videót is hozok nektek a mai nap. 1982-ben amúgy a férfi még kapott is az UNESCO-tól egy Fair Play díjat, vagy levelet, egy ilyen köszöntést, és még ezek után 1985-ben volt, ugye, amikor az égő sport arénával berohant, hogy mentsen embereket. Későbbiekben a fiát Tigránt is ő edzette, és egy alapítványt is vezetett, ami fiatal úszókat támogatott. Egy aszteroidát is elneveztek a férfiról. Karapetyán később Moszkvába költözött, és megalapította a Second Breath cipő céget is. Karapetyán részt vett a 2014-es téli olimpia fáklyás váltójában, a futás második szakaszában. Moszkvában átadták neki a fáklyát, Krasznogorszk felé vitte. Másnap Karapetyán másodszor is vitte a fáklyát. Egy interjúban kijelentette, hogy Oroszországért és Örményországért is vitte a fáklyát. A mai részben sem egy bűntényről fogtok hallani, hanem egy olyan esetről, amiben a bűnelkövetőket kapják el, méghozzá elég furfangos taktikát alkalmaztak a rendőrök. Mindez az Egyesült Államokban történt 1985-ben. És miért kellett ez a csel? Nagyon sok olyan bűnelkövető van, akiket bár szabadon engednek, de mindig meg kell jelenniük egy adott időpontban a felügyelőtisztüknél. És nagyon sokan ezt elmulasztják. Mivel nem jelentkezett, ő is keresett személynek minősült, vagyis hát egy szökevénynek. Volt, akiket köröztek, és nehéz volt a nyomukra akadni. A szökevényeket különféle bűncselekmények miatt keresték. Testi sértés, rablás, betörés, szökés, kábítószerfogyasztás vagy annak árulása, nemi erőszak, gyújtogatás, csalás, vagy ezek kombinációja. A rendőrök, a nyomozók összefogtak, és kitaláltak különféle praktikákat, cselt arra, hogy elfogják ezeket az embereket, hogy lépre csalják őket. És ami meglepő, hogy nagyon sikeres is volt ez. Nem csak egy csel volt, hanem egy sorozat. 1981 és 86 között 9 különféle, úgymond történetet adtak be ezeknek az embereknek, akiket kerestek. Egy hadműveletet hoztak létre. Több ezer szökevényt próbáltak megtalálni. Annyit még gyorsan hozzáteszek, hogy annyira sikeres volt ez az egész hadművelet, hogy 2 hónap alatt 3309 szökevényt kaptak el különféle akciók keretében. Az egyik ilyen hadművelet az volt, hogy ugye tudták az utolsó lakcímét a keresett személynek. Az volt a taktikájuk, hogy valamit a semmiért. Például kiküldtek hamis értesítéseket, hogy föl kellene venned a csomagot. Azt is megjelölték, hogy ez a csomag értékes. Ez egy hamis
csomagküldő szolgálat volt, amit a rendőrség alapított. Nagyon hivatalosnak tűnt mind az értesítési kártya, volt csomagfelvevő központ. Mondjuk szomszéd, rokon, barát összegyűjtötte mindig a leveleket az utolsó ismert címről. Az valószínű elvihette ennek a bűnözőnek ezt az értesítést, hogy egy csomagja érkezett, egy drága csomagja érkezett, ezért személyesen kell átvenni. Nagyon sokan bedőltek ennek. Azok pedig ezzel az értesítéssel besétáltak erre a hamis csomagátvevő pontra, ott pedig a rendőrök szépen lefülelték és lecsukták a férfit. Buffalo-ban pedig a szökevényeket értesítették, hogy nyertek 250 és 10.000 dollár közötti összeget, mikor kinek mennyit írtak, és itt is nagyon sokan bedőltek ennek, és mentek, hogy fölvegyék a pénzt, ott pedig a rendőrök várták őket. Connecticutban a fiatalabb szökevényeket, bűnözőket pedig értesítették, ne felejtsük el, hogy a 80-as évekről beszélünk, tehát a fiatalabbakat értesítették, hogy nyertek 2 ingyen belépőt egy plusz vacsorával, tehát nyertek 2 ingyen belépőt egy Boy George koncertre. Ugye emellett koncert mellett, ugye ott volt még a 2 fős ingyenes vacsora, és egy limuzin is, hogy az viszi őket a koncertre, és utána a vacsorára, és onnan haza. Ennek is nagyon sokan bedőltek, és nagyon sokan jelentkeztek, ezért a 2 ingyen jegyért. És hogy miért volt erre az egész szükség, hiszen néhány embert otthon is le tudtak volna tartóztatni, vagy az utcán. Azért volt szükség ezekre, hogy ők maguk a szökevények menjenek el egy adott helyre, mert nagyon kevés esély volt annak, hogy civil áldozata lesz a letartóztatásnak. Mert ahova hívták ugye a szökevényeket, ott csak rendőrök, nyomozók tartózkodtak, civilek nem. Viszont, hogyha kimennek egy házhoz esetleg, akkor ott a bűnelkövetők, a szökevényeknek a családtagjai is, barátjai is, szomszédok is ott lehetnek, és esetleg a letartóztatás során bajuk eshet. Másrészt ugye nagyon soknak nem is tudták a pontos címét, csak az utolsó címet tudták. És így nagyon sok időt megspóroltak amúgy, mert nem csak, hogy a civileket nem veszélyeztették, de kitalálták ezt az átverést. Ez is időbe került, viszont nagyon sok időt és pénzt is megspóroltak az állam számára. Hozzáteszem, a 3309 letartóztatott szökevény körülbelül fele később óvadék fejében szabadlában távozhatott. Itt az volt a lényeg, hogy ezek az emberek jelenjenek meg, ismét adjanak magukról hírt, hogy ők, nekik mi a pontos címük, hol vannak, meg ugye ott a másik fele, aki szökevény volt, és azok pedig ugyanúgy a börtönbe visszakerültek. Volt egy marshal is, aki gondolom nagy sportrajongó volt, és ő felfigyelt arra, hogy a washingtoni Redskins csapatára, arra, hogy megnézik a meccseket, nagyon nehéz jegyet vásárolni, főleg bérletet. Volt pont egy nagyon nagy mérkőzés, amire lehetetlen lett volna jegyet venni. Ez pedig a december 15-i Redskins-Bengals meccs volt. Ez a marshal kitalálta, hogy a sportot az amerikaiak szeretik. Hasszokkevény, hanem ez egy nagyon várt meccs. Lehetetlen jegyet találni. Akkor mit is ajánlhatnának fel a szökevényeknek, mint hogy kapnak jegyet a meccsre. Azért is volt ez nagyon vonzó ajánlat, nem csak az ingyen jegy miatt, hanem az is, hogy akik megjelennek és átveszik a jegyet, azok között 10 embert kisorsolnak, akiknek pedig bérletet adnak ingyen. És van egy főnyertes, aki pedig a Super Bowl-t nézheti meg, és ezt is fizeti a cég, ugye aki felajánlotta a nyereményeket, minden költséget állnak. 3000 szökevényt értesítettek mindenkinek, ugye az utolsó ismert címére kiküldték ezt a meghívót. És azon is volt egy aláírás Michael Detnav-tól. A Detnav visszafele wanted-ot jelent, ami pedig a keresett szót jelenti, vagy körözött szót. Akkor volt megadva, hogy ez a levélen egy telefonszám is. Ezt a telefonszámot kellett felhívni, hogy visszajelez, hogy te mész, hogy rád számítsanak ezen az eseményen. A telefonhívást pedig egy Marcus Kran nevű férfihoz irányították. Kran. Visszafele nark. Ez egy slang. És kábítószerügynököt vagy rendőrségi informátort is jelenthet a nark szó. Amíg várakoztak az ügynök, nark ügynök kapcsolására, addig...
dal szólt a háttérben. Egy pici apró érdekesség még, hogy ugye a Kamu cég, aki ezt az egész rendezvényt meghirdette, kiküldte a leveleket, az a Flagship International címet kapta a rendőröktől. A Flagship volt a neve annak a munkacsoportnak, akit felállított a rendőrség, a marsolok, a nyomozók, hogy irányítsák ezt az egész szökevény elkapást, ezt a hadműveletet. Tehát maga a hadműveletnek a neve volt Flagship, és ennek a tévés szponzorációs cégnek is a Flagship International-t adták. A rendőrök kialakítottak egy olyan helyen, egy ilyen várótermet, ahol ugye a szökevényeket várták, azaz a nyerteseket, feldíszítették a csapatnak a színeivel, voltak ünnöknők, akik pompomlányoknak öltöztek be, biztos láttátok már a kabala állatokat is, a különféle sporteseményeken is, nos, kabala állatoknak öltöztek be a nyomozók, és voltak olyan nyomozók, akik szintén jegynyertesnek öltöztek be, ők is elvegyültek a tömegben. Ugye nem lehetett egyesével, ahogy beérkezik az első szökevény, hogy átvegye ezt az ingyenes jegyet, letartóztatni, mert akkor a többi lehet, hogy gyanút fog. Tehát meg kellett várni, amíg ezek az emberek bemennek egy nagy váróterembe. Azt mondták, hogy a jegy átvételekor lesz egy állófogadás, egy ilyen büfé reggeli, és lesz egy beszéd, és utána letegyek a jegyeket. Nagyon sokan megjelentek az értesített szökevények közül. Ez az egész úgy történt, hogy reggel 9-re kellett volna érkezniük a meghívottaknak, de volt, aki már reggel 8-kor ott volt, mert annyira izgatott volt. 3000 emberből aznap 167 jelent meg, hogy átvegye a jegyeket. Ugye december 15-én volt a nagy meccs, és annak a reggelire tervezték azt, hogy akkor adják át a jegyeket. Ezt az egészet, hogy nagyon hihető legyen, tényleg alapítottak egy kamu műsorvezetői céget, ugyanis ugye a levélen, amin értesítettük a szökevényeket, hogy nyertek ingyen jegyeket, ugye az volt, hogy ezt egy tévé szponzorálja. Poén, vagy ami majdnem lebuktatta a rendőröket, az, hogy december 15-én reggel a tényleges helyi műsorszolgáltató képviselője elment a rendőrségre, és azt mondta, hogy ugye ő látta ezt a céget, aki hirdeti ezt az egész ingyenes jegyátvételes dolgot, azt mondta, hogy ez biztos nem igazi, hiszen csak nekik, aki bement képviselő, csak nekik van hivatalos szerződésük arra, hogy ők közvetítsék a meccset, és bármilyen promotálást csak ők végezhetnek. Valószínű ezt a képviselőt valamilyen sztorival elaltatták, vagy hogy intézkednek majd az ügyben. Gondolom nem mondták el neki a tervet, de ha ő ezt esetleg a tévében közli, vagy a tévé esetleg erről híradást ad, hogy csak ők az egyetlen egy ilyen hivatalos megbízottak, akkor lehet, hogy az egész rendőri munkát megsemmisítik, keresztül húzzák a számításukat, hiszen akkor lehet, hogy értesülnek erről a szökevények, és nem mennek el erre az átadóra. Viszont 3000 emberből 167 meg is jelent ezen az eseményen. Amúgy szép folyamatosan érkeztek az emberek, ugye eljátszották nekik, hogy tart a reggeli, már készülődtek a beszédre, és akkor letartóztatták mind a 167 embert. Ez nagyon gyorsan történt, és sikeres volt mindenki. Aki ott megjelent, azt mind letartóztatták, innen már nem tudtak elmenekülni. Arra is figyeltek, hogy helyettes marsalokat alkalmazzanak, hogy nehogy a helyi bűnözők felismerjék a marsalokat. Lehet, hogy pont az lett volna ott, aki őt letartóztatta, és akkor gyanús lett volna neki ez az egész. Két külön termet alakítottak ki, nem egyszerre tartóztatták le a meghívottakat. Gondolom mindig áthívtak egy-egy csoportot, hogy akkor most az első csoportnak adjuk át a jegyeket, azokat beterelték egy külön terembe, bezárták azt az egészet, és letartóztatták őket. Nem egymás mellett volt a terem, tehát nem hallhatták a letartóztatást, utána megint betereltek pár embert, és akkor azokat folyamatosan szép lassan tartóztatták le. Erről az esemény sorozatról készült dokumentumfilm is. A két marsal, aki ezt az esemény sorozatot irányította, az később az Egyesült Államok marsaljainak szolgálatának a vezetője lett. Azért volt hatékony az egész, mert nagyon sok embert kaptak el így egyszerre. Összesen ebben a letartóztatás sorozatban 3309 embert elfogni, ez nagyon nagy szám volt. Ha erről film készülne, azért arra is kíváncsi lennék, hogy nagyon sokan csak éltek a gyanúperrel, és nem dőltek bennek az egésznek, vagy volt olyan bűnöző esetleg, aki látta a jeleket?
Gondolok itt arra, amit már mondtam, ugye, hogy kiküldtek levelet, és abban a detnav aláírás volt, ugye a wanted, vagy amikor a telefonhíváskor Kránnal kellett beszélni, ugye az a NARC visszafele. Úgyhogy kíváncsi lennék arra, hogy volt olyan bűnöző, aki megfejtette ezeket a jeleket, és azért nem ment el. Nemrég készítettem egy pilótáról egy esetet, amikor öngyilkos akart lenni, és úgy döntötte, hogy a legjobb módja annak, hogy ő ezt megtegye, hogy egy utasokkal teli gépet vezetett neki a hegyoldalnak. Ha érdekel ez a történet, ezt is megtaláljátok a videóim között, majd rakok le egy linket a leírásba, és akkor ott is közvetlen a videóhoz tudtok lépni. A mai eset tehát egy repülőgépről szól, egy repülőgép eltérítésről, méghozzá Magyarország a helyszín, pár hónappal az 1956-os forradalom előtti időszakról van szó. Ezt a végén szoktam elmondani, de most itt az elején mondom, hogy erről az esetről készült egy könyv is, angol nyelven íródott. Hogy miért angol nyelven? Nos, azt a videó végére meg fogjátok érteni. Viszont a forgatókönyvet a filmhez nagyon átdolgozták. Az csak körvonalazza az igazságot. A film a Szabadság különjárat címet kapta. Egy rövid kitérő még a videó elején, hogy ha a videót megnézve úgy gondoljátok, hogy tetszik a videó, vagy szeretnétek támogatni a csatornámat, akkor azt egy lájkkal megtehetitek, az esetről bármilyen plusz információt tudtok, vagy megírnátok az esetről a véleményeteket, azt szívesen fogadom a komment szekcióban, és akkor kezdjük is a videót. A második világháborúban a szovjet megszállás nem csak politikai megszállást jelentett, hanem gazdaságit is. A szovjetek mindenhol ott akartak lenni, még a légi közlekedésben is. 1946. március 29-én alakult meg a Magyar-Szovjet Légi Közlekedési Társaság, a MASZOVLET. Elég kettes gépekkel jött létre ez a társaság, és kezdetekben 5 szovjet géppel kezdték a belföldi repülést. 1954. november 26-án a magyarok kivásárolták a céget, és csak és kizárólagos magyar tulajdonúvá vált ez a légi társaság, akkor alapult meg a MALIV, Magyar Légi Közlekedési Vállalat. Tehát kezdetekben 5 szovjet géppel kezdték a belföldi repülést. Az első járat október 15-én Szombathelyre és Debrecenbe indult Budaörsről, és még 1946-ban megindították a győri és szegedi járatot is. A következő lépés, hogy Miskolccal és Péccsel együtt összekötötték Budapestet, így már 11 belföldi város volt összekötve a légi közlekedésben Budapesttel. A repülőgépekre a jegyárak olyan olcsók voltak, hogy az összegük nem haladta meg a gyorsvonatok első osztályra szóló jegyárat sem. Nagyon gyorsan elterjedté vált a légi közlekedés is. Nagyon sok ember inkább a repülőt választotta, hiszen hogyha ugyanannyi, mint egy vonat, akkor inkább repülnek. Ez viszont újabb problémát okozott. A belföldi légiforgalom az AVH ellenőrzése alatt állt, a politikai rendőrség ellenőrzése alatt állt. Azon kívül, hogy a politikai éberséget is meg kellett őrizni, azon kívül ugye attól féltek, hogy mivel annyira népszerű lett a légi közlekedés, féltek, hogy sokan azt választják, hogy simán átrepülnek a vasfüggöny fölött. 1946-ban alapult meg a MASZOVLET. 1949. január 4-én pedig már rögtön meg is volt az első olyan gépeltérítés, ami nem civilek által történt. Ugyanis a pilóta és a repülőmérnök gondolta azt, hogy a Pécs-Budapest járatot eltérítik. A gépet tehát nem Budapesten, hanem az akkori NSK területén tették le. Az ő repülőgép eltérítésük volt az első, viszont az első civil repülőgép eltérítés sem váratott túl sokáig magára. 1956-ban két lábatlani cementgyárban dolgozó segédmunkás, Iszák Ferenc és Polyák György gondolta azt, hogy ők ebben a virágzó kommunizmusban nem szeretnének tovább élni, ezért inkább elhagynák az országot. De ugye az nem volt olyan egyszerű, mint manapság, hogy fogom az útlevelemet és odaköltözök, ahova akarok. Tehát készeltek egy tervet. Polyák György volt az, aki régebben pilóta volt, viszont kulák származása miatt politikailag alkalmatlannak tartották arra, hogy ő továbbra is pilóta maradjon, ezért kénytelen volt segédmunkásként elhelyezkedni. Iszák régebben pedig újságíró volt, és ő is tudta, hogy az embereknek úgymond mi van előadva, hiszen az újságírásnál pontosan tudta, hogy mi az, ami megjelenhet, mi az, ami nem, miről kell szólni a híreknek, de ő azért ezeknek a híreknek mögé látott.
és nagyon jól tudta, hogy mi alakul ki az akkori Magyarországon, és hogy ő ebben nem szeretne élni. Tehát Iszák, a volt újságíró, Polyák, a volt pilóta összefogtak, és elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne Magyarországról megszökni. Iszák emellett, hogy ő cementgyári munkás, segédmunkás volt, ő még ökölvívást is tanított, edzősködött egy ökölvívó klubban. A két férfi kitalálta, hogy eltérítenek egy repülőgépet. Ebben az eltérítésben részt vett még Iszáknak a felesége, Emese is. Iszák magával vitt két ökölvívó tanítványát is. A két ökölvívó tanítvány neve Balla József és Kis Gábor. Polyák pedig magával vitt két repülő tanoncot. 1956. július 13-án pénteken váltották meg a szabadság árát, azaz akkor péntek 13-án vették meg a repülőjegyet. Amúgy egy fővárosi cukrászdában tervelték ki azt, hogy hogyan szökjenek meg, mikor mit kell tenni. Ott latolgatták az esélyeket is, hiszen amúgy nagyon kevés esélyt adott arra, hogy az ő tervük sikeresen fog végződni. 20% esélyt adott maguknak, és azt is tudták, hogy ha nem sikerül ez az egész terv, az akció, vagy ha nem jutnak ki az országból, a lényeg az, ha őket elkapják, akkor biztos, hogy kötél vár mindannyiukra. Nagyon nagy volt a kockázat, mégis erősebb volt a vágy, hogy elhagyják az akkori Magyarországot, az akkori politikai, gazdasági helyzetet maguk mögött tudják hagyni, még akkor is, hogyha a kötél árnyéka azért rájuk vetődött. Heten vették meg a repülőjegyeket. Ők voltak heten, akik benne voltak az akcióban. Emellett még volt további utas is, akik ifjúsági találkozóra tartottak. Összesen 14 utas volt a repülőn, 4 személyzet és egy biztonsági tiszt. Annyit tudtak, ugye, hogy megőrizték a politikai éberséget, tehát hogy felügyeljék az embereket, a civileket, ezért szinte mindenképpen volt egy AVH-s. Ők úgy gondolták, hogy általában egy egyedül utazó, nagy darab férfi az, aki AVH-s, és tudták, hogy annál van egy fegyver, úgyhogy nagyon ki kellett minden részletet találni, hogy mikor mit tegyen ez a 7 ember. Ezért volt jó, hogy volt még 2 vitorlázó pilóta is a csapatukban, mert hogyha bármi történt volna Polyákkal, akkor az a másik 2 tudná vezetni a repülőt. Azért volt jó, hogy volt 2 ökölvívó tanítvány is, mert azt tudták, hogy amikor át fogják venni a gépet, akkor a többi utas lehet, hogy ellenáll. Ők ugye nagyon féltek attól, hogy mi lesz a következménye, hogy nehogy azt higgyék, hogy ők ebben az akcióban benne vannak, tehát számítottak arra, hogy az utasok ellenállnak majd ennek a gépeltérítésnek, és tudták, hogy ott egy AVH-s áruhában, akinél a fegyver van. Ez a 7-fős csapat erre mind felkészült. Felszálltak a repülőre. Mindenki ideges volt, izgalommal teli. Amúgy ők a Budapest-Szombathely repülőjáratra vettek jegyet, helyet. Szombathely felé tartottak. Az volt a megbeszélve, hogy amikor Győr fölött járnak, akkor az egyik elkiáltja magát, hogy jé, az ott már Győr, vagy nini, az ott már Győr. A lényeg az, hogy felkiáltson, hogy Győr fölött járnak, ez lett volna a jel, hogy a csapat akcióba lendül. Az egyik kiutazni vágyó fel is kiáltott, hogy jé, ott van Győr, mire valaki az utasok, az igazi utasok között nagyon szárazon megjegyezte, hogy az még csak Komárom. Akkor gyorsan gondolom mindenki, aki már fölkészülve már támadni akart az utasokat, azok mind gyorsan így visszaültek az ülésükbe, és várták, feszült percek következtek, várták, hogy Győr fölé érjen a repülőgép. Amikor Győr fölé ért a repülőgép, akkor ugye akinek meg kellett adni a jelet, meg is adta, hogy az ott már Győr. Ekkor a beavatottak elkezdték az utasokat ütni. Azért, mert ugye nem akartak ellenállást, féltek, hogy valamelyik az AVH-s előkapja a pisztolyt, tehát elkezdték az utasokat támadni. Akik nem az utasokra támadtak, azok megpróbáltak bejutni a pilóta fülkébe. A pilóta, azért, hogy ne legyen olyan egyszerű kinyitni a pilóta fülkét, elkezdett különféle manővereket végezni, föllereszkedett, ezzel nehezítve a pilóta fülke ajtajának betörését. Azonban így az utasok is, és az eltérítők is kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. Ez a manőver sem volt elég ahhoz, hogy ne tudják betörni az ajtót a támadók. Kiderült, hogy az AVH-s, az a pilótafülkében volt, Dr. Elek. A doktor ez a vezeték neve. A pilótafülkében volt, és nem sült el a fegyver. Ő azt mondta, hogy azért nem, mert ő arra várt, hogy ha esetleg lövöldözés alakul ki, akkor ő akkor akarta volna elsütni a fegyvert. Többen azt mondják, vagyis hát a szakértők azt mondták, hogy azért nem sült el a fegyver, mert probléma volt magával a fegyverrel. Sikerült bejutni a pilótafülkébe, és elfoglalták a gépet. 3-400 méter magasan repültek, így játszották ki a radarokat.
A cél München volt, viszont a gépben nagyon kevés volt az üzemanyag, ezért végül is Münchenhez közel, Ingolstadtban, egy épülő NATO támaszponton tették le a gépet. A véletlennek köszönhették, hogy meglátták ezt a leszállópályát. Nem tudtak róla, hiszen még csak akkor épült, de sikeresen letették a gépet. A németek felajánlották, hogy a sérülteket kórházba viszik. És aki úgy dönt, azok maradhatnak Németországban, aki pedig úgy dönt, hogy hazamegy, azokat pedig hazaviszik. Ez nagyon kirívó eset volt, hogy a németek ezt felajánlották, mert ők nem sima menekültek voltak, hanem gépeltérítők. A gépeltérítőkkel szemben azért sokkal szigorúbb szabályokat követtek, még a németek is. Simán hazaküldhették volna az egész kis csapatot, de ők felajánlották a menedékjogot. A hétfős csapaton kívül, ugye, aki az akcióban részt vett, azon kívül még egy házas pár is úgy döntött, hogy ők inkább maradnának, a többieket pedig bevitték a kórházba, a kórházi ápolás után elvitték Magyarország határáig. Aki nem volt sebesült, azokat meg pedig már előbb elvitték a Magyarország határáig, és ott a családtagok várták a hazatérőket. Akik úgy döntöttek, hogy hazamennek, azok sem biztos, hogy ezt őszintén gondolták. De otthon volt a családjuk, ők egy ifjúsági találkozóra indultak, tehát úgymond egy szálgatyában valószínűleg nem akartak új életet kezdeni. Sokan néha azért választják a régi rosszat, mert akkor is tudják, hogy az hogy működik, mint egy teljesen idegenbe elmenni minden nélkül. Valaki lehet, hogy őszintén gondolta azt, hogy ő haza akar menni, valaki úgy lehet, hogy érezte, hogy már közeledik az 56-os forradalom, és ő ebben részt akar venni, ugye másnak otthon volt a családja, tehát sok oka lehetett az hogy ő hazamegy, és akik hazamentek, azokat elvitték a határig, ott a családtagok várták. Viszont számukra a megpróbáltatások nem értek véget, nem elég, hogy elterítik a repülőgépet, meg is verik akár őket, önként visszamennek Magyarországra, de még rájuk szálltak. Az Államvédelmi Hatóság, az ABH nagyon sokáig zaklatta a hazatérőket. Nem voltak abban biztos, hogy ők nem vettek részt esetleg ebben az egész akcióban. Nagyon sokáig tartott az ő zaklatásuk. De kénytelen voltak megelégedni azzal, hogy a gépeltérítők, akik részt vettek benne, azok, akik Németországban maradtak. Akik Németországban maradtak, azoknak azért nem ott ért véget a történet, onnan többen is sokkal tovább mentek. Iszák Ferenc és Polyák György esete, ez a szökés, a gépeltérítés nagyon nagy szenzáció volt, a német újságban is beszámoltak erről, és ugye Amerika szereti a szenzációt. Ők is felkapták erre a fejüket, és fel is ajánlottak Iszáknak is és Polyáknak is egy-egy lehetőséget, egy állást. Iszák József volt újságírónak, azt ajánlották föl, hogy legyen ő az Egyesült Államokban hírszerző. Polyáknak pedig, aki Magyarországon kulák származása miatt nem volt alkalmas arra, hogy pilótaként folytassa a karrierjét, Amerikában alkalmasnak találták, és ott a légierő pilótájának kérték föl. Mind a ketten elvállalták ezt a lehetőséget. Annyit tudok Iszákról, hogy feleségével Amerikába költöztek, és 30 éven át magánnyomozó is volt, és küzdősportot is tanított. Ezt már csak egy később interjúban olvastam egy helyen, hogy idősebb korában a feleségével együtt jógát oktatott az idősebbeknek és a vakoknak. Polyákról nem igazán tudok semmit, hogyha esetleg tudtok róla valamit, akkor azt a kommentben írjátok meg. Iszák József ezt a történetet írta meg a könyvében. Ez egy nagyon izgalmas életút volt. Én szívesen megnéznék egy filmet a férfi életéről, azután is, hogy mi történt a gépeltérítés után. Ennyit tudok magáról a gépeltérítésről. Számomra elég izgalmas történet volt, ezért is gondoltam azt, hogy megosztom veletek. A mai rész a betyárokról fog szólni. Nagyon sok betyár dolgozott annak idején Magyarországon, és erről nagyon kevés szó esik. Páran, akik igaz történeteket dolgoznak föl, már beszéltek, és beszélni is fognak a betyárokról, viszont nagyon kevés az erről szóló film. Pedig szerintem nagyon izgalmas ez az időszak is, ami Magyarországon történt. Nagyon sok betyár volt, a betyárok egymást is osztályozták, ők köztük is megvolt a különféle rang. Voltak jobbak, voltak rosszabbak, kegyetlenebbek, jószívűbbek, úgyhogy ez Magyarországnak egy nagyon érdekes korszaka volt.
A mai videó Renko Kálmán betyáról fog szólni. A férfi 1827-ben született Zentán. Apja fakereskedő volt. Elég jó életet élhettek volna, viszont Kálmán eléggé lusta volt és nem törődöm. Nem is tanult meg sem írni, sem olvasni. Tehát a lustasága vezette rá erre az életre, erre a betyárkodásra. 1855-ben, egyesek szerint 1858-ban kapták el először a férfit, tehénlopással gyanúsították meg. Ezt sem akkor, sem később nem tudták rábizonyítani. Viszont a férfi a fogvatartása alatt, amíg nem sikerült még rábizonyítani semmit, de ő mégis úgy döntött, hogy ő inkább megszökik. És ezek után teljesen mindegy, hogy tehénlopásban ő bűnös volt vagy sem, de ezek után Renko Kálmán ezt szökevénynek számított. A férfinak muszáj volt bujdokolnia. És így szinte egyértelmű volt, hogy olyan emberek közé kerül, akik a bűn útjára csávítják. Haramiák, betyárok között élte az életét. Különféle betyároknál képeztek ki magát. Itt is nagyon eltér, hogy melyik betyár tanította őt, melyik betyár fogadta be őt a bandájába. Azt mondják, hogy a mesterséget Rózsa Sándor tanította meg neki. Volt, aki azt mondta, hogy Kecskés Istenes Gergő, Babágy Gyurka. Nagyon eltérő, hogy kit tartanak az ő mesterének. A lényeg az, hogy ő kitanulta a betyárkodással járó fortélyokat, és saját bandát alapított előbb-utóbb. A bandájában szerb és román bűnözők is megfordultak. Bácska vidékét tartották rettegésben. A nép nagyon szerette Renko Kálmánt. Általában azonban a nép túlságosan is idealizálta a betyárokat. De ez nagyon kettős, hiszen miért idealizálja a nép a betyárt? Hiszen őket sosem támadta meg. A betyár mindig a gazdagabbak ellen támad. Ugye szimbolizálja ezáltal a nép akaratát. De azért a képlet nem ennyire egyszerű, hiszen a betyárok nagyon sok esetben csak azért nem támadtak a szegényebb népre, hiszen nem volt mit ellopni tőlük. De cserébe sokkal többet kaptak. Mit tudtak volna ellopni tőlük? Szinte semmit, viszont mit kaptak cserébe? Nem árulták be őket a csendőröknek. Búvóhelyet adtak nekik. Esetleg, ha egy pici élelmük volt, akkor azt megosztották a betyárokkal, tehát sokkal többet kaptak, mintha azt a keveset ellopták volna tőlük. Persze itt is voltak olyan betyárok, akik tényleg kegyetlenek voltak, és csak azért nem bántották a népet, a szegényebbeket, mert nem volt mit elvenni, volt pedig olyan betyár is, akik pedig a jó szívük miatt nem akarták a szegényektől elvenni azt a picit is, ami van nekik. Renko Kálmán is pontájára az volt a jellemző, hogy nem zsarolták a népet, nem bántották őket, viszont bármikor is bármilyen pénzhez jutottak, az volt az első, hogy bor, muzsika és szép lányok. Amint volt pénzük, ők erre költötték az egész vagyonukat. Utána újra kellett ugye rabolniuk, lopniuk, csalniuk, hazudniuk, hiszen újra át akarták élni ugye ezeket a szép napokat, órákat. 1869-ben Rádai Gedeon királyi biztos által létrejött a királyi bizottság, amelyek a betyárok elfogására jött létre. Ez nagyon gyorsan véget vetett Renko Kálmán és bandájának a mulatozásainak. Renkót nagyon gyorsan elfogták Tüske Máténál, mert előzőleg felismerték őt egy kocsmában. A szegedi várba vitték, ahol a vallatásoknak köszönhetően nagyon gyorsan megenyhült és vallomást tett a férfi. A Ponyva irodalomban olvashatunk olyanról is, hogy azért tett Renko Kálmán vallomást nagyon sok ügyben, mert volt rivalizálás a betyárok között, hogy ki mennyi esetet tud felmutatni. Elvileg Renkónak fájt az, hogy Rózsa Sándor híresebb tőle, de még jobban fájt az, hogy egy kapcabetyár is híresebb tőle. Hogy egy kapcabetyárral egy szintre hozzák őt, Renko Kálmánt. A Ponyva irodalom mondja ezt, hogy Turcsányival hasonlították őt össze, direkt azért, hogy Renko a büszkesége miatt ő többet valljon be. Elvileg Laucsik azt mondta Renkónak, hogy Turcsányi bevallott 85 esetet, amit ő követett el, és a bandája. Azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Ezért Laucsik azt mondta, rendben, Renkót szembesítsük
Túrcsányival. Amikor szembesítés megtörtént, akkor Renko megkérdezte, hogy hány esetet vallottál te be? Túrcsányi mondta, hogy 85-öt. 85 az semmi, én 150-et követtem el. Így tartja Vendemonda, hogy így vallott be Renko Kálmán 150 esetet. Büszkeségből. Csak azért, hogy hencegjen, hogy legyőzze a másik betyát. A Kapce betyáról amúgy nem sokára mondok pár szót, ugye mondtam, hogy különféle rangok voltak a betyárak között is, és különféle osztályok. Bárhogy is történt, vagy azért, mert hencegni akart legyőzni a másik betyát, vagy azért, mert rákényszerítették ezt a vallomást. 1872-ben 144 bűnesetét vizsgálták meg Renkónak, végül rablógyilkosság, rablások és lopások miatt 20 év börtönre ítélték. A börtönökben továbbra is engedelmes volt, így később a Kishattai Közvetítő Intézetbe került. Ebbe az intézetbe olyan rabok kerültek, akiket legalább 3 évre elítéltek, és a büntetésük nagy részét már letöltötték. Július 31-én pedig elszökött ebből az intézetből, az itt megismert Oroszlán Palival és Szántó Istvánnal együtt. A másik kettő fiatalabb volt Renkónál, de mindegyiknek nagyon nagy tapasztalata volt a betyárkodásban. Átkeltek a Dunán, és szinte szabadulásuk után azonnal, nem tett bele egy hónap, és már Szántó szülőföldjén elkezdték a rablásokat, lopásokat. Az augusztus 24-i rablásuk után, amikor egy kereskedőt törtek be, pár száz forinttal, pipákkal, szivarokkal és fegyverrel távoztak. Márton Vendel is csatlakozott ehhez a bandához, ezért nagyon rövid időn belül egy gyilkossággal bővült a bűnlajstroma a bandának. Egy volt csendőr, Rácz József erdőr botlott beléjük, és fölismerték a férfit, ezért az erdőbe vitték, és több lövéssel kivégezték őt. A hatóságok így is nagy erőkkel próbálták őket kézre keríteni, de a volt csendőr gyilkosság után már még jobban megerősödött az utánok való kutatás. Egyre több csendőrt vontak be ebbe a kereső akcióba. Hogy megtalálják Renko Kálmánt és bandáját, az nehezítette a csendőrök munkáját, hogy ezen a környéken, ahol kutattak a banda után, több banda is dolgozott. Úgyhogy először fel kellett göngyölíteni a szálakat, hogy melyik esetet kivégezte, melyik banda hol tevékenykedik pontosan, és így újra rátaláltak arra nyomra, ami Renkóhoz vezette a csendőröket. Augusztus 29-én majdnem elkapták őket. Éppen mulatoztak, amikor a csendőrök rajtuk ütöttek, lövöldözés alakult ki. A banda fő 3 tagjának, Renkónak, Oroszlánnak és Szántónak sikerült elmenekülnie, viszont egy pici megnyugvást adott a csendőröknek az, hogy sikerült elkapni a banda 4. tagját, Márton Vendelt, és egy nemrég hozzájuk csatlakozott 5. tagot is, Nagy Józsefet. Az ismét 3 főre csökkent banda belátta, hogy el kell hagyni a megyét. Ezek után kiraboltak egy rédicsi plébánost, majd különféle családokhoz törtek be, és azokat rabolták ki. Megkezdődött újra a fosztogatás egy másik megyében. Ekkor már 4 vármegye csendőrei üldözték őket. Ezért jó, hogyha régi esetekhez nyúlunk vissza, mert nem zavarodunk bele az ilyen réges kifejezésekbe. Kispán! Parancs! Ugrasd ki a várnépét, mindegy szállik! Az üldözők azon voltak, hogy a banda ne érje el a bakonyt, de ez nem sikerült, legalábbis az üldözőknek, ugyanis a banda elérte a bakonyt, sőt, még arra is volt idejük, hogy néha-néha megálljanak mulatozni is egy-egy helyen. Keresztúri Sándor vezetése alatt közel 120 csendőr kutatott a banda után. A veszprémi csendőrtisztek Oroszlán Pali szülőföldje közelében található erdőt kezdték el átvizsgálni. Úgy sejtették, és a nyomok is oda vezettek, hogy ennek az erdőnek a közelében kell, hogy legyenek a betyárok. Ez az erdő a Szentgáli erdő volt. Ezen a környéken nagyon nagy területet lefedve járőröztek a csendőrök, és így próbáltak nyomokat találni. Végül is egy pásztorgyerektől tudták meg, hogy Renkóék Urkút felé vették az irányt. 1887. október 1-én éppen az erdő egyik szélén a csendőrök pont próbáltak csatárláncba állni, várták, hogy megjelenjen ugye a banda. Amikor is Stubán György, csendőr, őrvezető meglátta a banditákat,
papiruhában felfegyverkezve. Körülbelül 50-60 lépésre voltak egymástól, azonban a banda tagjai, a csendőr őrvezetőt nem vették észre, azonban a csendőr rögtön jelentette az eseményeket a századosnak. Stubán György, csendőrőrvezető Dombrádi Nagy Gyula századossal, majd Németh Gábor csendőrrel együtt a betyárokra lőttek. A betyárok miután észrevették, hogy ez a három csendőr rájuk lő, mind a három elkezdett különféle irányba szaladni. Ránko egy tisztáson futott, épp megfordult, hogy a csendőrökre lőjön, amikor eltalálta őt a halálos lövés, vagy hát lövések. Egy lövés a szíve fölött hatolt be a testébe, egy pedig a nyakszirtán találta előtt. A férfi belehalt a sérüléseibe. De ott volt még Oroszlán Pali és Szántó István is. Szántó István szintén szaladt, lövöldözött a csendőrökre, őt is több lövés érte, és összeesett. Amikor odajött az egyik csendőr, akkor elvileg könyörgött neki, hogy lője őt le. Azt nem tudom, hogy azt tudta, hogy meg fog halni, csak nem akart tovább szenvedni, vagy félt, hogy ha esetleg túléli, akkor visszakerül a börtönbe. Pár perc kellett, azonban Szántó is belehalt a sérülésébe, és ott a helyszínen meghalt. A harmadik betyár, Oroszlán Pali, őszintén menekült, lövöldözött ő is a csendőrökre, őre is lőttek a csendőrök, majd mindenét eldobva Pali próbált elmenekülni, de szó szerint belefutott Ádám József ispánba. Az ispán segítségével a csendőrök elkapták a harmadik betyát. Oroszlán Palit is eltalálták ötször, viszont a testét egyszer sem. Valószínű, a golyók megálltak a tarisznyájába, a csizmájába, vagy valamelyik ruhadarabjába, kiegészítőjébe, de az ő testét egyik sem találta el. Őt élve fogták el. Őt Veszprémbe szállították és kihallgatták, és mindent részletesen bevallott. Halott társait másnap a boncolás után Urkúton, az egész lakosság jelenléte előtt temették el. Így ért véget Renko Kálmán pályafutása. Azt írják Renkóról, hogy ez egy tökéletes vég volt egy szökött rablónak. Viszont a férfinak annyira kiemelkedő személyisége volt, hogy kár, hogy ezt az utat választotta, hiszen a társadalom egyik kiemelkedő alakja lehetett volna. Így is az volt, csak egy másik formában lehetett volna kiemelkedő alak, egy pozitívabb részem. A betyárok között ugye voltak különbségek. Ez részben rangbéli és részben földrajzi adottságok miatt történtek meg ezek az osztályozások. A kapca betyárok, akikről már beszéltem, azok a betyárok, akik képesek ellopni az alvó társaiktól az utolsó ruhadarabjaikat is, tehát az utolsó kapcájukat is ellopnák. Ezért ők a kapca betyárok. Házásó betyárok, azok a betyárok, akik alapzat nélkül rendelkező vályokházakba képesek aláásni, beásni magukat, és az éléskamrát kiüríteni. A következő a talpas, azaz a gyalog betyárok. Ezek a hegyvidék betyárjai voltak. Olyan helyen bujkáltak, amit még lóval sem igazán lehetett volna megközelíteni. A ranglétra legfelső fokán a lovas betyárok álltak. Jellemzően az Alföldön éltek, és lóháton közlekedtek. A népi emlékezet leginkább a lovas betyárok képét őrizte meg a néphagyományokban, a népdalokban, hiszen a lovas betyárok a szabadságot jelképezték. A hatalommal való szembenállást, amit a nép érzett a saját szívében is. És ennek az egésznek az alapja a kiszolgáltatottság érzésük volt. És bár nem voltak szentek a betyárok, de nagyon érdekes, izgalmas életet éltek, ezért mondtam én azt is, hogy nagyon szívesen olvasnék több könyvet, akár cikket erről a témáról, sőt néznék filmeket, sorozatokat a betyárok életéről. Ha tudtok valami extra információt Renko Kálmánról, az életéről, a bandájáról, vagy nektek is megvan a kedvenc betyár alakotok, akkor azt írjátok meg kommentben. Ugye az internetes csalásoknak sokan bedőlnek. Nos, sajnos ennek az internetes csalásnak, ennek az átverésnek nagyon sok áldozata lett.
Méghozzá azért, mert történt, hogy Stephen Edward Riley, 51 éves férfi, hírt kapott arról, hogy egy rokona meghalt, és annak az ügyvédje szeretné vele felvenni a kapcsolatot. És pont a városba jár az egyik nap, repülővel fog érkezni, és menjen ki Stephen a reptérre, és akkor ott aláírhatják a papírokat. Ugyanis elvileg ettől a rokontól Stephen örökölt 30 millió dollárt. Ezt annyira el akarta hinni Stephen, hogy el is hitte, saját magát is meggyőzte, hogy igen, ő nyert, hiszen minden annyira hivatalosnak tűnt. Bár azt a rokont, akitől ő örökölt, ő nem ismerte. Az 51 éves férfi együtt élt a 47 éves Ina Kenoyerrel. Az ő kapcsolatuk egy élettársi kapcsolat volt, és nagyon hullámzó kapcsolatról beszélünk, hol együtt voltak, hol külön. Stephen nem is akarta megosztani az örökséget az élettársával. Úgy tervezte, hogy ő elhagyja a nőt. Arra, hogy a kapcsolatuk nem volt jó, arra a számos Facebook poszt is utal, hiszen amikor éppen külön mentek, akkor Ina, az asszony is sokszor rakott ki képet a férfiról, és abban pont a férfit szitta. Nagyon nem volt jó az ő kapcsolatuk. Stephen pedig azt tervezte, hogy elhagyja Inát, új életet kezd, van 5 gyermeke, azoknak ad majd pénzt, hogy vegyenek egy földterületet, hogy azon akár ilyen farmerként tudjanak tovább élni, és a férfi is új életet kezd. Azonban Inának is voltak tervei, méghozzá hamarosan kiderül, hogy mi. Elindultak a reptérre, persze Ina sem maradhatott ki abból, hogy ő is ott legyen ennél az aláírásnál, amikor átveszik a 30 millió dollárról szóló szerződést vagy csekket. A férfi, amikor ugye kimentek a reptérre, Stephen nagyon rosszul lett. Nem bírta kivárni azt sem, hogy megérkezzen ez az ügyvéd a reptérre. Annyira rosszul lett, hogy haza kellett mennie. Ina is hazament, és másnap értesítette a mentőket, hogy a férfi még mindig rosszul van. Stephen bevitték a kórházba. Stephen fia, Ryan, pont katonai szolgálatot teljesített, de kért egy szabadnapot azért, hogy meglátogathassa az édesapját a kórházban. Sajnos Stephen a kórházban másnap meghalt. Ryan elment Stephen házába is, hogy elkezdje végül is így az apja hagyatékát intézni. És akkor körülnézett a férfi lakásában, és látta, hogy minden tiszta piszok, hogy a ruhák, a szennyes ruhák ott állnak halomba, és ő mindig is mondta, hogy a nő ő nem foglalkozik rendesen a háztartással, sem a kapcsolattal, sem az apjával, tehát nem csak a kapcsolat volt nagyon elhanyagolt, hanem maga a ház is, és soha nem szerette az élettársát az apjának. Ina azzal próbálta meggyőzni a későbbiekben a rendőrséget, hogy amúgy pont egy örökséget mentek aláírni, és hogy ő neki ebből jár részesed is, hiszen ő élettársi kapcsolatban volt már nagyon régóta Stephennel, és ezt úgy kell venni, mintha már házasok lennének. Azonban Észak-Dakotában közölték Inával, hogy ez nem így működik. Ott nem fogadják el a hosszú élettársi kapcsolatot úgy, mint hogyha ők házasok lettek volna. Tehát Inának eleve nem járt volna semmi ebből a 30 milliós örökségből. Elkezdtek vizsgálni azután, hogy Stephen miben halt meg. Kiderült, hogy olyan folyadékkal itatták, vagy olyan folyadékot kevettek a férfi ételébe, amit a fagyállók készítéséhez használnak. Úgyhogy Inát rögtön letartóztatták, és megvádolták a férfi megmérgezésével. Később az is kiderült, hogy nagy valószínűséggel ez a 30 millió dolláros örökség is csak egy átverés, hiszen semmi nyomát nem találták ennek a rokonnak, sem annak az ügyvédnek, aki felhívta őket, hogy ő neki pont dolga lesz ott a városban, és találkoznak a reptéren. Tehát valószínűleg csak egy csalásnak, egy viccnek voltak a halálos áldozatai, legalábbis Stephen az volt. A nő pedig életfogytiglani börtönbüntetéssel néz szembe, ha elítélik a gyilkosság vádjával.
Ugyanis a nő azt mondja a mai napig, hogy ő ártatlan, ő saját magát képviseli a tárgyaláson. Az ugye tavaly kezdték el tárgyalni, még konkrét eredményt nem tudok a tárgyalással kapcsolatban, az eredménnyel kapcsolatban, azonban ezzel a pici rövid történettel is szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy ne dőljenek be különféle internetes csalásoknak, főleg ilyen rokonok által örökölt pénzösszegeknek, főleg úgy, hogyha nem is ismertétek azt a rokont. Általában ilyen nincs, sőt nagyon sokszor az internetes csalásoknál azt is mondják, hogy nyertél 30 millió dollárt például, maradjunk ennél az esetnél, de mondjuk azt kérik, hogy küldjél előre 25 ezer dollárt, vagy ha Magyarországról beszélünk, akár annyit, hogy 500 ezer forintot küldjél nekik el előre, próbálják az embereket úgymond beeltetni. Azt mondják, hogy ez a pénz azért kell, hogy te utalj nekik, hogy ők el tudják kezdeni ezeket a papírmunkákat, te előre kifizeted őket, és akkor ők majd küldik a nagy pénzt. De ez a pénz nem szokott megérkezni, úgyhogy mindenkit még egyszer nagyon kérek, hogyha interneten megkeresik őket, hogy valamilyen csomagjuk elakadt, de fizessétek ki a vámdíjat, és akkor rögtön megérkezik a csomag. Főleg úgy, ha nem is rendeltetek csomagot, akkor ennek ne dőljetek be. Nincs rokon, aki nagy összeget hagyott rátok, főleg ne fizessetek előre úgy, hogy majd megérkezik a nagy összeg, de még te fizess. Ezeknél nagyon legyetek résen, linkekre ne kattintsatok rá, amit küldenek nektek akár e-mailben, akár SMS-ben. Az én bankom is, itt Angliában is például e-mailt szokott küldeni, sosem küld linket, amire én rá kattinthatok. Mindig azt mondja, hogy én keressem föl az interneten a hivatalos platformjukat, és ott lépjek be. Általában küldött linkre nem kattintunk rá, nem adunk ki jelszavakat, kódokat, semmit. Nagyon legyetek óvatosak, legyetek résen. A fiatalabb generációt pedig különösen kérem, hogy az idősebbeket egy picit próbálják kioktatni, felvilágosítani az internet veszélyeivel kapcsolatban, hogy figyeljenek arra, hogy mit osztanak meg az interneten, kiben bíznak meg, honnan rendelnek, milyen információt osztanak meg másokkal. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem a következő részben találkozunk, sziasztok!